101 sikeres fejlesztési program nyertes pályázatok közül most a Penészleki Orvosi Rendelő és Egészségcentrum átadására lehetnek büszkék a településen élők. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően Penészlek és a környező települések mintegy 12 milliárd forintnyi már elnyert sikeres pályázatnak köszönhetően újulhatnak meg. Ezt a térség országgyűlési képviselője mondta a Penészleki Orvosi Rendelő ünnepélyes átadóján. Nagyon szépen megépítették az épületet, ez a település javára válik, és a település büszkesége lehet az egészségház. Nem különben pedig az óvoda is, miután hátrányos helyzetű gyerekek élnek a településen, az önkormányzat igyekezett minden lehetőséget megragadni a felújítás kapcsán is. A belső berendezésre szeretném a figyelmet fölhívni, mind az orvosi rendelőnél, mind pedig az óvodánál, mert hogy igen magas színvonalú bútorok, berendezési eszközök kerültek az épületekbe, ezzel is segítve a gyerekeket, és nem különben pedig a szolgálatot teljesítő házi orvost, és az óvodában pedig az óvodapedagógusokat, az óvónőket és a dajkákat. Penészleken nem ez az egyetlen beruházás, ami jelenleg folyik. Megújul az óvoda is, amit nagy valószínűséggel egy hónapon belül sikerül átadni a településnek, mondta Simon Miklós, aki hozzátette, a két beruházás összesen mintegy 100 millió forintos fejlesztés. Mintaértékű ez a beruházás, ami Penészleken történt, azonban még nincs vége a felsorolásnak, mert hogy 2014 óta több program valósult meg, megújult a polgármesteri hivatal teljes egészében, új kamerákat kapott az épület és a környezete, megújult a megye legnagyobb görögkatolikus templomának a tetőszerkezete, ez is egy régi probléma volt, amit sikerült megoldanunk, és van egy 100 millió forintos elnyert pályázat a Penészleknek, ez pedig nem más, mint a belvíz elvezető rendszernek a megújítása. Az említett fejlesztések a területfejlesztési operatív programnak köszönhetően valósulhatnak meg.